Peggy 18. Köszöntelek titeket, kedves fiúk és lányok! Mint látható, összeszedtem minden lelki erőmet, mert hát ehhez a játékhoz az elsősorban lelki erőre van szükség, és neki láttam folytatni a Postal 3 végigjátszásos missionünket. Azt hittétek már, hogy feladom? Hát igen, én is azt hittem, hogy fel fogom adni, de hát azért csak vagyok annyira kitartó, hogy megcsináljam ezt a... Nem tudom méltatni ezt a játékot eléggé ahhoz, hogy hú, na mindegy. Hát most egy olyan missionbe jutottunk, ahol is hát, mint láttátok az előző epizódban, Postal Dude-ot például Mexikóba letartóztatták, illetve leitta magát és valami rendőrök álltak fölötte, és egy börtönben ébredt, és hát ebből a börtönben meg történetesen pontosan egy lázadás tört ki, pont akkor, amikor ő ott volt a porszívójával a hátán. És hát ki kell jutni a börtönből, ennyi a kőkemény feladatunk, hát ezt a készítők úgy oldották meg, hogy csináltak egy labirintus börtön néven, telerakták ilyen nagyon hülye robotokkal. Mondjuk fegyverrel is ölhetném őket, de így mókásabb, hogy ilyen elektromos pisztollyal itt elizélek meg. Amúgy elárom nektek, hogyha fegyverre próbáljátok ezeket a hülyéket kinyírni, tovább tart, úgyhogy ezért használok inkább ilyen sokkolót, amitől beájulnak, és akkor onnantól kezdve is felejthetem őket. És látható, gyerekek, hogy hát amúgy ez ilyen 15 perc lett volna kb. Ez a felvétel. De gyanítom azért 32 milliószor nem akarjátok nézni, hogy nagyon sokkolom a rendőröket, úgyhogy úgy döntöttem, hogy begyorsítom ezt a felvételt, hogy hamarabb túlessünk a kellemetlen részeken. Mint látható, most épp ezzel a fekuszcsajjal próbáltam felvenni a kontaktot, és újfent kb. 2 méterenként megtalálható itt valahol egy rendőr, akikkel sajnos végeznem kell, illetve hát elaltatni őket. Annyival nehezebbedik a dolog a vége felé, hogy már jönnek ilyen szvatos úri emberek is automata fegyverekkel, sörétesekkel. És egyre jobban eluralkodik a börtönben a káosz. És ezt megspékelték még azzal, hogy valami alnevezetű fickóval összehaverkodtunk a börtönbe. Hát a videóban csak annyi derül ki, hogy al végig ott van melletted, és hát amúgy semmi különös közöttök nincs egymáshoz, annyi, hogy odaraktak egy valamit mellét, hogy még azzal is elszórakozzál, vagy hát legalább figyelni kelljen rá. De a másik attitűdje a játéknak, hogyha elég gyorsan előre szaladsz a pályán, al bizony beragadott hátul valahol, és nyugodtan, semmi probléma nélkül tudod intézni a dolgaidat, mármint a rendőröket elfelé, és al sértetlenül megvárja azt a részt, amikor elérsz majd a pálya végére, és akkor úgy hirtelen ott terem, és vége is lesz annak a küldetésnek, úgyhogy wow. Kicsit amúgy aggódtam a játék végjátása alkalmával, hogy mikor eljutottam a végéhez, de imádkoztam azért, hogy al előmászon, de hála a jó Istennek előmászott, úgyhogy be is tudtam fejezni ezt a mission. Hát gyerekek, hát az elején még élveztem ezt a játékot nagyon, de itt a végére már egy kicsit úgy lefárasztott agyilag. Ez a régebben az a Postal 2 az élvezhető, ilyen brutális játék volt, be volt szabadon, bejárhattál akárhová, stb. Ó, most kigyulladtam, úgyhogy le kell magamat gyorsan pisálni, úgyhogy ezt meg is tettem most ilyen villám gyorsan. Hát ez a háromra ez úgy módosult, hogy ez inkább egy ilyen ügyességi, akármilyen játék, nem igazán van szabad kezünk, ott a városban mászkálhatunk, ami kb. 2 méter, meg hát olyan jól van optimalizálva a játék, hogy egy 4 magos gépen is épp hogy elmegy. Úgyhogy hát mindenkinek csak javaslom, hogy előbb nézzen róla a videót, aztán azért próbálja, ha nagyon végig akarja játszani ezt a játékot, de hát eléggé gyalázatos véget vetettek ennek szerintem. Minden esetre már, ha rövidesen talán eljutunk oda arra a pontra, hogy kijutunk ebből a nyomorúságos börtönből, mert hát már itt vagyunk lassan a őrsön, ahol az irodák megtalálhatók, csak hát itt annyival fog bonyolódni a dolog, hogy itt kb. 32 rendőr fog minket egyszerre várni. És értelemszerűen mindaddig, amíg nem lépünk be a helyiségbe, nem történik semmi, csak abban a pillanatban bontakozik ki az esemény, ahogy beléptünk valahová, úgyhogy ez egy különösebben izgalmas dolog.
Ó, miért repült az a kövér szaka? Ha, istenem! Na, hát de annyit elárulhatok nektek, hogy a következő küldetés már valahogy fokkal egy kicsit izgalmasabb lesz és barátibb. De lesz sajnos még olyan missionünk is, ahol hát gondolkodok azon, hogy azt is be fogom gyorsítani, mert komolyan mondom, hát félelmetes. Na, hát mint látható már mindenütt alvó rendőrök vannak, meg agyonlőtt szegény börtöntöltelék fickók. Hát igen, a rendőröknek azért meg kell menekülnie. Ha. Na és azt hiszem még az az egy pacák van hátra. Ahogy is van, sikerült elintézni mindenkit a környéken, hölgyeim és uraim, remélem tetszett ez a villámgyors Postal 3 játék bemutató az újabb misőről. És hát végre eljött a videó. Itt van a hálás al, segítettem neki kijutni a börtönből és adott cserébe egy döglött macskát. Köszönöm hölgyeim és uraim a megtekintést, a további epizódig a viszontlátásra, sziasztok!